Jó estét kívánok! Köszöntöm a természetkedvelőket, a növény- és állatbarátokat. Elsőként nézzük meg képekben, hogy mit ajánlunk Önöknek a mai műsorunkban. Elhanyagolt téma a települési csapadékvízgazdálkodás, ezért ezt választották központi témának a kétnapos bajai szakmai konferencián. Kritikus helyzet alakult ki a bajai Duna szakaszon. A helyi horgászok arra panaszkodnak, hogy egész évben nem fogtak halat. A problémára egy közös fórumon keresték a megoldást az érintettek. Az erdő szerelem, az erdő ad és elvesz. Ez is elhangzott azon a megemlékezésen, amit az üzemi balesetekben elhunytak tiszteletére tartottak meg a parkerdőben található emlékműnél. Tartsanak velünk! A 21. század az édesvízért folytatott harc százada, a víz elérhetőségért folytatott küzdelem. Ez is elhangzott azon a konferencián, amit Baján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karán tartottak meg. A kétnapos tanácskozáson a települések csapadékvíz gazdálkodásának témakörét járták körül a szakemberek. A települési vízgazdálkodáson belül a csapadékvízgazdálkodás az egyik legmostohább, legelhanyagoltabb terület, ezért esett a választásuk erre a témakörre, mondta bevezető beszédében dr. Bíró Tibor, a víztudományi kar dékánja. Az időpont megválasztásakor pedig azért döntöttek a november mellett, mert ez a tudomány hónapja. Tematikusan próbálunk különböző konferenciákat megszervezni. A csapadékvízgazdálkodás volt az egyik legforróbb égetőbb terület, legsürgetőbb terület, éppen ezért gondoltuk úgy a szakmai szervezetekkel összefogva, hogy ezt minél hamarabb meg kell rendeznünk. A résztvevőket dr. Padányi József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte. Mint mondta, a városban 50 éves múltja van a vizes képzésnek, ami hazánkban stratégiai területnek számít. A vízügyi szakma pedig európai minőségű hazánkban. A megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosítása meglépte. A túl sok víz, vagy a túl kevés vízzel kapcsolatos problémák kezelése az rendkívüli fontossággal bír, és egyre inkább felértékelődik, mind Magyarországon, mind szerte a világban. Számos tanulmányt ismerünk, amelyben kimutatták, hogy több tucatnyi olyan fegyveres konfliktus tombolt szerte a világban, amelynek a mélyén okaként ott van az édesvíz, a víz elérhetőségét folytatott küzdelem. A Magyar Hidrológiai Társaság elnöksége és 3000 fős tagsága nevében Szlávik Lajos elnök köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, az idén ünnepelték az alapítás 100. évfordulóját. Amikor 1917. február 7-én elődeink a Magyarországi Földtani Társulat keretében megalapították a hidrológiai szakosztályt. Azt hiszem érezték és látták előre a víznek azt a növekvő jelentőségét, amely ma életünkben, társadalmunkban betölt. A város nevében Dancsa Bálint tanácsnok állt a résztvevők elé. Jussunk el oda, hogy a vízzel való felelős gazdálkodás a fejlődés záloga legyen, mondta Áder János, e kétnapos tanácskozás főügynöke. Dancsa Bálint tolmácsolta Fercsák Róbert polgármester gondolatait is, miszerint Baja büszke arra, hogy fogadhatja a neves szakembereket. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében dr. Makai Martina érkezett Bajára. Alapvetően a belterületi csapadékvízelvezetés témakörében folytatunk vitákat, illetve megoldási javaslatokat, ötleteket gyűjtünk össze, szakmai javaslattételre van lehetőség. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak az a feladata alapvetően, hogy az ivóvíz, illetve a csapadékvízzel kapcsolatos projekteknek a generálása, a projektek koordinálása, és nagyon sok esetben a csapadékvízzel való gazdálkodás és a szennyvízgazdálkodás, hogyha egy gyűjtőben történik ennek a kezelése, elvezetése, akkor nagyon fontosan összefüggő feladat, és komoly problémákat okozhat egyébként egy-egy ilyen áradásos időszakban, nagy esőzések idején, hogy hogyan tudja az a gyűjtőhálózat elvezetni nem csak a szennyvizet, hanem az időszakosan jelentkező csapadékvizet is, illetve hogy ezt a telep, a szennyvíztelep hogyan tudja kezelni.
A konferencia rendhagyó, hiszen nem csak előadásokat hallgatnak meg, tette hozzá a helyettes államtitkár. Egyfajta workshop, egy munkacsoport keretében megoldási javaslatokat is kidolgoznak az egyes szekciók. A szekció felelősök vezényletével ezek összegyűjtésre kerülnek, és egy kiadvány keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában ezek a megoldási javaslatok összegyűjtésre és kiadásra kerülnek. A csapadékvíz egyrészt károkat okozhat, másrészt pedig egy kihasználatlan lehetőség, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Az elmúlt években itt Baján is, Pécsett is a megyében sok helyen tapasztalhattunk olyan nagyon ritkán előforduló, nagyon heves csapadék jelenségeket, ami alapján utakat kellett lezárni, akár utakat kellett újjáépíteni, és a város bizonyos részei használhatatlanná váltak. Ebből látjuk azt, hogy a éghajlatunk változik, és olyan jövőbeni eseményekre kell feltehetően felkészülnünk, és a létesítményeinket olyan eseményekre kell felkészítenünk, amivel az ilyen káreseményeket el tudjuk kerülni, és az így ránk hulló csapadékvizet nemhogy elvezetnénk, hanem pont, hogy decentralizált helyi rendszereken keresztül hasznosítanunk kell, vissza kell vezetnünk a felszín alatti víztömegbe, és így lehetővé kell tennünk azt, hogy profitáljunk ezekből a csapadékjelenségekből, és ne káreseményszerűen foglalkozzunk vele és védekezzünk. Azt gondolom, hogy jelenleg a települési csapadékvízgazdálkodás körül működő mérnököknek és államigazgatási szereplőknek ez a legfontosabb feladata. Ezen problémák kezeléséhez meg kell találnunk a megfelelő szervezeti struktúrát, a megfelelő felelősöket, a megfelelő finanszírozást, és ennek a problémakörnek folyik itt két napon keresztül a szakmai műszaki mérnöki diskurzusa. Első előadóként dr. Szüllősi Nagy András a globális kihívásokról és trendekről beszélt. Kiinduló pontja a fenntartható fejlődési célok voltak, amiket 17 pontban fogalmaztak meg az államfők. Mi a teendő ahhoz, hogy 2030-ra megszűnjék a szegénység, 2030-ra biztosítva legyen az élelmiszer biztonság, azaz ne legyen több éhínség, és 15 még más cél. Ezek közül egyik, a hatodik, a vízzel és a szanitációval kapcsolatos, ami túllép a millenniumi fejlesztési célok ezt megelőző 15 éves célkitűzéseivel, amelyek első van a vízellátással és a szanitációval foglalkoztak. Most ez a cél magában foglalja a vízzel kapcsolatos katasztrófákra adott válaszokat, vagy adandó válaszokat, a klímaváltozás hatásait, az ökoszisztémák fenntarthatóságát, és többek között még a szanitáció és a vízellátást is települési és területi szinten egyaránt. Na, kevesen tudják, hogy az, hogy ez a cél bekerült a fenntartható fejlődési célok közé, az Budapesten indult el 2015-ben, elsősorban az államelnök kezdeményezésére, aki ragaszkodott ahhoz, meg az egész konferencia, az a maga 2000 ember résztvevőjével, hogy a víz feltétlenül kerüljön be. Sokan úgy érveltek, hogy azért nem kell a fenntartható fejlődési célok közé bekerülni a víznek és a szanitációnak, hiszen a víz mindenhol ott van. A települési csapadékvíz gazdálkodás szakpolitikai anyagának előkészítéséről beszélt dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár. Mi jellemzi a helyzetet, hogy a belterületi csapadékvízelvezetés, mint önálló téma, mindig egy sajnálatos esemény kapcsán került előtérbe, amikor is jelentős anyagi károkat okozott a belterületes víz és a villámvízek, amelyek ugye jelentős károk mellett ugye jelentős forrásokat is igényeltek az állam részéről. Aztán persze, hogy a csapadékvíz elmúlt, ezt követően ez a téma feledésben is merült. Így megkérdezném azt, hogy ki emlékszik arra, hogy 1999-ben a belvizek milyen károkat okoztak, mennyibe került, hány százezer hektár volt elöntve, mit is tettünk akkor. A kétnapos országos konferencián mintegy 50 előadáson foglalkoztak a csapadékvíz gazdálkodást érintő kérdésekkel. A következő két konferencián az árvíz és az öntözés lesz a téma, amiket tavasszal szerveznek meg, mondta a tervekről a víztudományi kar dékánja.
Nincs hal a Duna paksi és bajai szakaszán. A problémával az utóbbi egy évben egyre több helyi horgász fordul a megyei szövetséghez, így nemrég egy fórumot tartottak a Petőfi-szigeten, hogy a pecások választ kapjanak a kérdéseikre. Az egyesületek és a hivatali szervek abban egyetértenek, hogy az illegális fogásokat csak kis társadalmi összefogással és pontos információkkal lehetne megakadályozni. Az idén még alig akadt valami a horogra. A paksi és a bajai Duna szakaszon, mintha eltűntek volna a halak, és velük együtt a kormoránok is. Erről számoltak be a horgászok a bajai fórumon. Csak is kisméretű sülöket fogtam idén, 2-3, ilyen 15-20 cm maximum, nem egy sem volt nagyobb. A nyár derekán még többi horgász is alá tudja támasztani a véleményemet. Harcsákat fogtunk, 10-20 centiseket, mint a törpék. Nagyokat egyet láttam, ilyen 13-15 kilóst, ez az egyik. Nemes hal gyakorlatilag nincs. Idén pontot fogtam, más se sokan közülünk, esetleg egyet-kettőt. Tavaly előtt 20-30-40-et pillanatnyit horgászor, nagyokat, kicsiket, vegyesen. Az egyik szeremlei horgász azt mondja, ő 40 éve jár ki a mellékágakra. De hiába a sok éves rutin és az etetőanyag, a kapásjelző meg sem mozdul, se éjjel, se nappal. Amit egyáltalán lehet fogni, a telepített ponty, ezért hangsúlyozom, egy kevés fehérhal, dévér, és karikakeszeg ilyen eltűnt. Hát a Sugovicában nincs hal. És nem tudjuk miért. Tehát ezért is hívtuk össze ezt a fórumot, hogy közösen oldjuk meg, valamit csináljunk. Hát emlékezzünk csak rá, 3 évvel ezelőtt, ilyenkor, amikor az ember lejött ide a Sugópartra, hány horgász horgászott? 50. Most jöttem le 4 órakor, egyetlen egy embert nem láttam horgászni. Egy másik horgász szerint a mederfenéken nincs mozgás, és a víz minőségére is sokan panaszkodnak. Harradarra horgászom, és az idén volt először az, hogy folyamatosan az aljától 3 méter és 4 méter között volt a hal, úgy mutatta a harradar. Tehát nem az alján voltak a halak, és hiába vesznek önök egy 10 méteres vízoszlop tetejéről mintát, soha nem fogják megtudni, hogy mi van lent a 8-9-10 méterben. Az utóbbi hónapokban több 100 jelzés érkezett a megyei szövetséghez, akik az eset kivizsgálását kérték a Magyar Országos Horgász Szövetségtől és az illetékes hatóságoktól. A Bács-Kiskun megyei szervezet 1993-ban jött létre, jelenleg 6500 hektáron gazdálkodnak, mivel a paksi vízterületeket is hozzájuk csatolták. Duna is egy olyan komplett élőrendszer halas és vizes szempontból, hogy nagyon sokkal lehet, hogy miért nem eszik a hal. Ugye egy horgász azt látja, hogy ugye kiment és nincs kapása, tehát ugye lehet attól, hogy ugye nincs hal, elment a hal, nem éhes, beteg a hal, elhullott a hal, szerencséje erről nincs szó, tehát próbáljuk azt ugye tájékoztatni a horgásztársakat, hogy ebbe az évben mi már több mint 5 alkalommal hivatalos vízmintát is vetettünk, vizsgáltuk, hát azt tudom mondani Dióhéjba, hogy határérték fölött szennyezőanyagot nem találtunk. Tehát érdekes ez a dolog, hogy mégse eszik a hal, mert ugye azt is hallottuk, hogy aki mondjuk harradarral nézi, tehát lát halat, valami baj van a halak étvágyával, tehát mi azért országosan is elkezdtünk ennek utána járni, Dunakutató szakembereivel, különböző műhelyek, ugye MOHSZ-nak, ugye kiemelt partnernek a Dőli Egyetem, tehát szükség lenne egy olyan komplex, több éven keresztül tartó kutatássorozatra, ami nézni. Hát nem csak azt, hogy a hal miért nem eszik, sajnos van ugye ilyen is, ugye erről nem szívesen beszélnünk, de hát ugye ezért el kell, hogy a halakban különböző férgek is ugye a bélrendszerében található egy halnak. Nyilván ezt a horgász ritkán találkozik, mert nem vágja fel a hal belét, az kidobja. De erre is vannak tervek, tehát a minisztériummal, hogy az Állatorvostudományi Egyetemnek egy olyan csoportja, aki ugye vizsgálja a halakat, és tehát ezeknek is végére jár. Szerencsére azt tudom mondani, nehogy valaki ezt megjegyezze, hogy zöme ezeknek a parazitáknak az emberre egyáltalán nem veszélyes, ugye kidobtuk a belét és a halhúsa élvezhető, de ez csak egy ilyen szelete a történetnek. Egyébként még ugye a halak szaporodása, ami hát most úgy, hogy ugye új hasznosítóként a Dunára nagyon sok ugye horgászszövetség került, tehát ez is fontos, hogy minél több és ugye őshonos hal legyen a Dunában,
Nyilván, ugye tudva az, hogy egy hal azért 3-4-5 év, mire fogható méretű lesz, nyilván ez fajtól függő is, élőhelytől, tápláléktől, hogy ezzel is elinduljunk. Még ugye vannak itt terve egy ilyen halbölcsőprogram, halkeltető állomások, tehát ezek nyilván 3-4-5 éves táblátban vizsgálható. Érdekesség, hogy a vizsgálatok során jelentős halpusztulást egyáltalán nem tapasztaltak a szakemberek, és ivadékok is szép számmal vannak a Dunában. Abban egyetértés van az ágazatban, hogy a legégetőbb kérdés a halőrzés. Az idén csak Baján 52 feljelentés történt az illegális fogások tekintetében. Nagyon sok év óta már 10 halőrünk van, akik folyamatosan foglalkoznak a halőrzése. Egyéb vizeinken most a Dunához újabb halőröket vettünk fel, kaptunk hozzá segítséget is, és ezáltal ők szervezik a horgászat a rendőrökkel, a vízügyel, de főként a rendőrökkel együtt, polgárőrség együttműködve zajlik a halőrzés. A megyei szövetség ellenőreinek munkáját önkéntesek segítik, ők a társadalmi halőrök, akik a hét 5 napján szabadidejükben járőröznek a vízen és a szárazföldön. A 2 éve működő állami halőri szolgálat pedig az orvhalászatból adódó illegális kereskedelem felszámolását végzi. Hozzájuk is sok bejelentés érkezik. 2015. május 1-től állította fel a minisztérium, illetve támogatja az állami halőri szolgálat működtetését. Ennek keretében kormánytisztviselő kollégák, tehát felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégákat állítottunk be, ők rendészeti végzettséggel is rendelkeznek. Ezáltal, mivel egyben kormány alkalmazottak is, és halőrök is különböző egyéb hatósági feladatokkal, illetve szerepkörökkel is fel vannak ruházva, tehát róking az azt kell tudni, hogy nem csak a vízparton ellenőrizhetnek, illetve a vízen, hanem jogosultak akár a hal nyomon követését egészen a halárusító helyekig, akár az éttermekig is elkísérni. Tehát ennyibe különböznek az ő tevékenység végzésük a megszokott hagyományos halőri feladat végzéstől, illetve elsősorban, mivel azért Budapestről indulunk ki, elsődlegesen az orvhalászat, illetve az abból származó nem saját célra kifogott halak kereskedelmi forgalomban a hozatalát próbáljuk felderíteni, megakadályozni, illetve ezen személyeket számon kérni, illetve elszámoltatni ezen tevékenység végzésükről. A probléma ott kezdődik, hogy a rapsicok ma már nem bízzák a vakszerencsére a dolgot, ugyanis drónnal figyelik meg a halőrök mozgását. Ráadásul az elektromos halfogó eszközök vásárlása és birtoklása nincs engedélyhez kötve, így gyakorlatilag bárki tarthat otthon ilyen szerszámot. Ha valaki nem jogszabály szerint horgászik, arra 10 000-től 500 ezer forintig terjedő bírság, illetve 3 hónaptól 5 évig terjedő eltiltás vár. Akkor lépnek fel, és esetlegesen ellenőrzik a horgászokat, hogyha valami szabálytalanságot látnak. Ilyen esetek voltak, mondjuk az elmúlt 2-3 hétben is több állami halászjeggyel rendelkező személy nagy mennyiségű halat fogott ki, ezt nyomon tudták követni, és az ellenőrzési időpontjáig nem írta be a fogási naplóban, illetve hát sajnos a legutóbbi esetben több mint 50 halat próbált egy állami halászjegyes elvni, ez már maga is elég nagy számnak tekinthető, és a legnagyobb probléma az volt, hogy ebbe voltak méreten aluli, illetve nem kifogható halak is, több kis mértű harcsa, csuka, és ezáltal nem csak anyagi kárt okozott, hanem a természet károsítás is fellépett, mivel jóval a fogási méret, illetve tilalommal védett halakat is megpróbált úgy elvinni a vízterületről, hogy ezt a jogszabály nem engedi. Tolna megyében tavaly összesen 170 haltolvajt füleltek le, ami szép eredmény, de sajnos ez a szám azt is jól mutatja, hogy a pénzbírságnak nincs tényleges visszatartó ereje. A horgászok szerint a szlovák és a szlovén jogszabályokhoz hasonlóan nálunk is jelentősebb pénzbírsággal és tényleges elzárással kellene büntetni a rapsicokat. Az ottani törvények értelmében ugyanis azonnal elkobozzák a jogsértő autóját vagy csónakját, és a legengedékenyebb büntetés is 1,5 hónap letöltendő. A Horgászszövetség szeretne minél előbb megoldást találni a problémára, ellenkező esetben ugyanis a horgászok nem váltják ki a 2018-as jegyeket. Hiszen ennek a hobbinak a szórakozásról és a pihenésről kellene szólnia, ami most nem igazán jellemzi a bajai viszonyokat. Az üzemi balesetekben elhunytakról emlékeztek meg az Országos Erdészeti Egyesület bajai helyi csoportjának tagjai.
Az erdő- és vadgazdaságban tevékenykedő egykori dolgozóknak a parkerdőben állítottak emlékművet 1987-ben, vagyis 30 évvel ezelőtt. A kerek évforduló alkalmából az idén még többen látogattak ki a helyszínre a halottak napjához közeli időpontban. Derék batört fa emlékeztet a Bokodi úti parkerdő délkeleti részén a kettétört életekre. A baleset, amiután az emlékművet létrehozták, 31 évvel ezelőtt történt ezen a helyen. Oszlavics Marin 1986-ban egy tergépkocsi gépkocsi vezetője egy darus gépkocsit kezelt, és a meglazult, magas feszültségű vezeték drótjához ért a daru gémje, és halálos áramütést kapott. A pandúri erdészet munkatársa 39 éves volt. A baleset idején Varga Rudolf volt a kerületvezető, aki még abban az évben egy beton alapon álló darus teherautót készített. Egyszer eljött az igazgató úr, és meglátta, és behivatott, és azt mondta, hogy csináljunk az erdőgazdaság halottainak egy emlékművet. De fogalma se volt, hogy mi legyen, vagy hogy nekem se volt. És jártam a temetőket, meg össze-vissza, és akkor nagyon lassan kialakult bennem, hogy ez a talán legmegfelelőbb ezeknek a szerencsétlen embereknek a emlékére. Az új emlékművet egy évvel később, halottak napja alkalmából avatták fel a hozzátartozók, barátok, munkatársak részvételével. Ez jelképezi azt, hogy a fiatal életek ketté törtek. Nehéz erről beszélni egyébként. Hát én azt hiszem, hogy mindenki közöset is él meg benne, meg mást is. Az erdő számtalan művészeti alkotás ihletője. Varga Rudolf a beszédében az ismeretlen szerzőtől származó Az erdő fohásza című versből idézett. Vándor, ki elhaladsz mellettem, hallgasd a kérésem. Én vagyok tűzhelyed melege, hideg, téli éjszakákon. Én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja. Én vagyok asztalod lapja. Én vagyok az ágy, amelyben fekszel. A deszka, amelyből csónakodat építed. Én vagyok a házad ajtaja. Bölcsőd fája, koporsót fedele. Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet. Ne bánts. Az erdő szerelem, ugyanakkor, ha nem vagyunk körültekintőek, áldozatot is követel. Ezért vigyázzunk magunkra és másokra, hangzott el a megemlékezésen. Nagyon veszélyes az erdő, nagyon veszélyes munkakör, ugyanúgy az erdészeknek is, vadászoknak is. De hát mit lehetne az ember, ha szerelmes bele, akkor nem tud mit csinálni. Nem tud, az én apám is, fiam is erdész, öreg apám is erdész volt, én is 47 és fél évig. Erdész voltam, gyönyörű, de hát ilyen baleseteket megélni senkinek nem kívánom. Az emléktáblán most 13 név szerepel. Volt, akire rádölt egy fa, mások a víz, vadászbaleset vagy más szerencsétlenség áldozataivá váltak. Mivel apropója ennek a helynek, hogy 30 évvel ezelőtt létesült, úgy gondoltuk elnök úrral, hogy méltóképpen próbáljuk meg ezt a megemlékezést megejteni, és ezért az emlékhely környezetét rendbe tettük, illetve az Országos Erdészeti Egyesület, illetve a Gement ZRT anyagi támogatásával egy esőbeállót hoztunk létre a területen. Így úgy gondolom, bármilyen időpontban érkezik a megemlékező, le tud ülni a padra, elmélkedni, gondolkodni, visszatekinteni. A Bokodi úton járók figyelmét egy felújított tábla hívja fel az emlékhelyre, amit bárki felkereshet.
Kedves nézőink, mai adásunk végéhez értünk, köszönjük a figyelmüket. Keressék műsorunkat az interneten is, a tévénk honlapján és a YouTube csatornán, friss összeállítása pedig egy hónap múlva, decemberben várjuk Önöket a képernyők elé. További szép estét kívánok, a viszontlátásra!